hozzám viszonylag közel áll az utánpótlás nevelés, és azt gondolom, hogy egy olyan csont, amit nagyon régóta próbálunk lerágni, és nem nagyon sikerül vele mit kezdenünk. Én nekem az a legszimpatikusabb, hogyha ezzel tudnánk valamit kezdeni. Ezt tudjuk, hogy elmondtuk már 28 ezerszer a piramis elvet, a széles alapokat, mégse tudjuk igazából ezeket az alapokat szélessé tenni. Én azt gondolom, hogy nem csak szélessé kéne tenni, hanem minőségivé is kéne tenni. Olvastam az MLS koncepcióját, stratégiáját, ahol nagyon fajsúlyos szerepet szán az utánpótlás labdarúgóknak és az iskolai labdarúgás felvirágoztatásának. Nagyon fontos lenne az, hogy bejussunk az iskolába. Hogy lehet bejutni? Mivel hogy az infrastruktúrába igazából nagyon nehéz lépni, nagyon sok pénzbe kerülne azt, hogy felépítsünk tornatermeket, de én azt gondolom, hogy az MLS csinálhatna egy mintaiskolát. Szerintem az lenne a lényeg, hogy legyen egy minta, ahol egy labdarúgó osztályokat indít. Én azt is szeretném, hogyha el tudnánk odáig jutni és megengedhetni az MLS magának azt, hogy mondjuk a következő tanévben indítana minden megyében 5-6 labdarúgó osztályt, és ezt próbálna menedzselni. Mondjuk úgy menedzselni, hogy évvégén rendezne egy tornát, és megnéznénk, hogy ezek az osztályok hol tartanak. Menedzselni úgy, hogy labdákat ad az iskoláknak, amivel focizhatnak, és a legfontosabb egy szakmai DVD-t, ami alapján ő elképzeli, hogy milyen munkát kéne végezni. Tehát én azt gondolom, hogy egy tanmenet az egy nagyon fontos, és olyan tanmenet legyen, ami nyugodtan épülhet a licenszes képzésre, de épüljön rá, és történjen valami. Gondolom, hogy az MLS-nek az lenne a szerepe, hogy a szakmát tegye mögé. Tehát azért van edzőbizottság, azért vagyunk igazán büszkék a labdarúgó szakmára. Mikor utánpótlás nevelésről akarunk beszélni, akkor viszont ez a labdarúgó szakma elég nagy csöndben van, és elég kevés anyagot prezentál. Ezt gondolom, hogy ebben mindenféleképpen előre kéne lépni. Ha az az MLS vezetésének a feladata, hogy igenis számon kérjen, és igenis legyenek évente kiadott szakmai anyagok, akkor azt gondolom, hogy az MLS vezetése már mindent megtett.